Lackfi János, átváltozós mesék. Időről időre mesekönyvet veszek a kezembe, ugyanis úgy vélem, a gyerekek, no meg a nekik szóló történetek másként látják, láthatják a világot. És ez csak jó hatással lehet rám. Segít kicsit kiszakadnom a megszokott gondolkodásból, ilyenkor rövid időre, kis túlzással, látom is környezetemet, nem csak nézem. Erre a nyárra Lackfi János könyve jutott, amire már csak azért is kíváncsi voltam, mivel az előző műve dicsérő szavakat kapott az oldalon. Átváltozós mesék. Figyelmeztet a borító, rajta felnőtt szemmel beazonosíthatatlan figura néz meretten rám. Nem vagyok biológus, ezért arra tippelek, hogy ez valami civilizáció közelbe került állat lehet. Elvire normális macska nem hord kalapot. Természetesen nem ez a lényeg, hiszen tovább lapozva tucatnyi bűbájos történet vár felfedezésre, melyek szokás szerint ezúttal is a szerző egyedi stílusában kerülnek tálalásra. Tapasztalatom szerint ezt a fajta elbeszélő módot vagy szereti az ember, mert olyan laza, hogy gond nélkül kibeszél a gyerekekhez, csapong, és egyenes út helyett kisebb labirintuson áthalad az utolsó mondat felé, vagy nem, mert nem törődik a mesélés szabályaival, hol gyerekek, hol felnőttek a célközönség, és egy szójáték kedvéért sok mindenre képes. Egy szóval köztes állapot nem létezik. Nekem tetszik a stílusa, ahogy csűri, csavarja a mondatokat, és közben gondolkodásra, fantáziánk használatára késztet. És ezt tartom a mesék legnagyobb erényének. Nem tudom ki, hogy van vele, de amennyire látom, a fejünkre nőtt a fogyasztói társadalomban, nem csak az élelmet kapjuk előre csomagolva, hanem a világról alkotott véleményt is. Csak ez ugye, hiába fizetünk érte, nem a sajátunk. Ezek a mesék pont arról szólnak, miként értelmezzük a világot. Arra bátorítanak, hogy legyen saját véleményünk, és próbáljunk egy kicsit mindig a dolgok mögé látni. Ha úgy tekintem, akkor az átváltozós mesék egyfajta kézikönyv. Benne pár gyakorlat az egyedi látásmód kialakításához. Segítségével például a hófolt már nem a tél luskos maradéka, hanem valami egészen más. És a reggeli kávézás is sokkal izgalmasabbá válik. Nem tehetek róla, de legjobban a rövid, felnőttekről szóló történetek tetszettek, mint például a késmese. Ezekben valahogy egyszerre van jelen a mese, és az a komolyság, ami általában a felnőtteket jellemzi. Az meg egyenesen zseniális, ahogyan lelepleződik az evőeszközök beszélgetéséből egy zsákutcába került emberi sors. Alcíme lehetne ez: emberi sors kenyérvágó késre és dugóhúzóra, valamint fából faragott vajazókra.